Jobb oldalon a virtuális modell, mellette a kész termék. Ilyen precíziós munkafolyamatokat igénylő fémdíszelemeket képes legyártani ez a lézervágógép. A Timári Optiber csoport cégeként működő Optigen Kft.-nél eddig elsősorban nagyobb fémipari elemek gyártásával foglalkoztak. Az új gyártócsarnok és az új eszközpark azonban újabb termékkörök előállítására biztosít lehetőséget. Egy 600 négyzetméteres csarnokról beszélünk, amiben ki tudtuk alakítani a gyártási tevékenységhez kapcsolódó szociális létesítményeket, illetve azt a gyártóüzemet, ahol most állunk, amiben elhelyezésre került ez a lézervágó berendezés. Ez egy kombinált berendezés, ami azt jelenti, hogy mind táblalemezt, mind pedig cső, illetve zárszelvény is tudunk megmunkálni ezzel. Ez a berendezés egy korszerű 21. századi gép. A cég a beruházásnak köszönhetően 4 új embert foglalkoztat. A jelenlegi 60 fős alkalmazotti létszám azonban a tervek szerint még idén tovább bővül. Az ehhez hasonló ipari beruházások a megyei közgyűlés elnöke szerint megtették hatásukat a munkaerőpiacon. A járvány ellenére túlszárnyaltuk azokat a számokat itt a megyében is, amik a járvány előtt voltak jellemzőek a munkanélkülési adatokra. Persze, mert még tennivaló, hiszen még a magasabbak az országos átlagnál a megye munkaerőpiaci mutatói, munkanélküliségi mutatói, ugyanakkor viszont nagyon nőnek azok a számok, amelyekhez ezek az beruházások, mint amik itt Timáron is megvalósult, hozzájárulnak. Ugye mindenféleképpen örvendetes az itt dolgozók munkáját, a tulajdonosoknak az előrelátását dicséri ez a fejlesztés. Román István gomnyomására indult el egy életfát jelképező díszlemez megmunkálása a gépben. Ezt követően nem volt már dolga a kormány megbízottnak, átvette az irányítást a lézervágó, és alig 2 perc alatt el is készítette a modellezett terméket. A megyei kormányhivatal vezetője azt mondta, az ilyen jellegű innovatív ipari fejlesztések megszaporodtak az utóbbi időben. A tavalyi éven 40%-kal növekedett az ipari célú fejlesztési beruházásoknak a mértéke az előtti évhez képest. Én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény, a pandémia közepette, miközben nagyon komoly energiákat kellett arra fordítanunk, hogy a munkahelyeket megvédjük, amellett ilyen típusú beruházások is megvalósulhattak, és így ez a Timári is egy kiváló példa arra, hogy a megyénben lévő iparban dolgozó cégek is, ha akarnak, akkor tudnak fejleszteni. A lézervágó gép egyébként már január elején elkezdte a munkáját. Annyi rendelés érkezett a cég felé, hogy az eszköz minden nap 12 órát dolgozik. Minai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a térség számára ez egy hiánypótló szolgáltatás, a tulajdonosok pedig jó érzékkel éltek az OFA innovatív fejlesztést elősegítő kiírásával. Ez a pályázat erről szólt, hogy magas hozzáadott értéket előállító termelést alakítsanak ki itt Timáron, és ez sikerült is, hiszen egy olyan CNC lézervágó gépet sikerült eszközként beszerezni, amelyhez egy hiddarú és egy targonca is tartozik, 108 millió forintért, ez 50%-os támogatás, és a cégcsoport pedig hozzátette a maga 50%-át, tehát közel 110 millió forintot, munkahelyek is bővültek, nem csak megtartani sikerült ebben a pandémiás helyzetben, hanem bővíteni is, és azt hallottuk az ügyvezetőtől, örvendetes volt ezt hallani, hogy állandó a megrendelés. A Timári Optiber cégcsoport a fejlesztéstől azt várja, hogy a tavaly elkönyvelt 2 milliárd forintos árbevétel ennek a fejlesztésnek köszönhetően tovább emelkedik.